Az idei nyár rendkívül eseménydúsan telt a Karcagi biljana Bolgár Néptánc Együttes tagjai számára. Az idei nyár rendkívül eseménydúsan telt a Karcagi Bíjana Bolgár Néptánc együttes tagjai számára. Ez az együttes a Nagy Kundiák Sport Egyesület keretein belül működik, hiszen szinte minden hétre jutott valamilyen program a forró nyári napokon, határon innen és határon túl. Remekül sikerült a június végi hazai nap közis tánctábor a Karcagi Nagykú Református Gimnázium falai között, melyben a csoport régi és új tagjai újabb koreográfiákkal ismerkedhettek meg. A Dobrudzsai területektől egészen a Shop régióig. A munka ezután Szerbiában folytatódott, ahol az egyhetes tábor fellépéssel zárult a helyi Adi Endre Művelődési Központ tánc csoportjaival egy közös előadás keretén belül. A szerbiai tábor programját táncház és kirándulások is színesítették, gazdagították, egy sajátos vártúra élménnyel is gazdagodtak az együttes fiataljai. Szendrő, Belgrád, Karlóca, Újvidék, Pétervárat, Szabadka, Palics, de a helyi, a Bácskos út falvai értékek is unikálisak voltak. A nyári időszak fesztiváljai rendezvényei meg annyi fellépési lehetőséget kínáltak az együttes számára, amely mindig meghálálta a közönség szeretetét. Vastapsát, Berekfürdőn, Debrecenben, Kevermesen, és Karcagon. Mindezek mellett a néptánc csoport meghívás kapott augusztusban a 24. Mohácsi Nemzetközi Néptánc A háromnapos fesztiválon a tánccsoportnak csoportnak lehetősége adódott a környező falvak programjai részt venni, így került sor Sombereki és Pécsváradi fellépésekre is. Bár maga a fesztivál már augusztus 17-én kezdetét vette, a tánccsoport augusztus 18-án érkezett Mohácsra. 20 órakor pedig színpadra is lépett a Mohácsi Széchenyi tér nagy ahol a nézők három blokban láthatták a Dobrudzsai, az Északbolgár, Tráksopp és Pirinitáncokat. Ezen a napon a Biana mellett más nemzetiségek hazai tánc csoportja is bemutatták műsorukat. Így az Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesület, a Mezőkövesdi Matyó Néptánc Együttes és a Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttes is. Az utolsó fellépő után sem ért véget a program, hiszen a nagy színpad előtt táncház vette kezdetét. Másnap délelőtt a csoport részt vett egy mohácsi városnéző sétán, melynek során Bűz Gábor ismertette a város történetét, hagyományait és legfontosabb jellegzetességeit. It. Ez pedig egy dunai hajózás követte. Ezen a napon került sor az első Mohácson kívüli fellépésre, amikor a Mohácstól 5 kilométerre lévő Sombereki arató mutatta be tudását az együttes, hiszen nem csak az arató felvonulás, hanem a Szent István napi ünnepség keretein belül is műsort adott a Bíjana, az est pedig hagyományos sváb bállal ért véget. Augusztus 20-a volt a tánc talán legsűrűbb, legnehezebb napja, hiszen ezen a napon két helyszínen is fellépett. A délutáni órákban egy szervezett kirándulás keretében volt szerencséje az együttesnek ellátogatni a Mohácsi csata helyszínének emlékpartjába, ahol egy remek idegenvezetésben volt része a résztvevőknek. Ezt követően Pécs várat várta az együttest, ahol szintén a Szent István napi ünnepi program keretén belül lépett fel. Este pedig következett a fesztivál záró programja a Mohácsi Széchenyi téren zaj Gála műsor. Ezen az estén az előző napokon fellépő tánccsoportok mindegyike megmutathatta magát 8 percben. A Gállár részt vett a már említett csoporton kívül az Ora Néptánc Együttes, a Schwab Scharer Transgruppe, az Ecseki Zöld Koszorú, illetve a PIRGOSZ görög Néptánc Együttes Beloyannosról. A több mint két és fél órás gála műsort éppen a karcagi bíjan a bolgár néptánc együttes két tánca zárta le, ahol a csoport shop és trág táncokat mutatott be közel három néző előtt. A gálát egy ünnepélyes vacsora és bál zárta le véglegesen, ahol szintén részt vett minden meghívott táncegyüttes. együttes. Külön szeretnénk kifejezni köszönetünket és hálánkat a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivál főszervezőjének, Vikár Csabának a meghívásért, illetve Bőz Gábornak a csoportunk mellé kirendelt idegenvezet a három napi gondoskodásért és segítségért.